dicsértessék a Jézus Krisztus nagybőjt harmadik hetének szerdája van. Hallgassuk meg a mai evangéliumot Szent Máté könyvéből. A hegyi beszédben Jézus ezt mondta a tanítványainak. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy megszüntessem a törvényt vagy a prófétákat. Nem megszüntetni jöttem, hanem tökéletessé tenni. Bizony mondom nektek, amíg az ég és föld el nem múlik, nem vészel a törvényből sem egy í betű, sem egy vessző, hanem minden érvényben marad. Aki tehát csak egyet is eltöröl, akár a legkisebb parancsok közül is, és úgy tanítja az embereket, azt nagyon kicsinek fogják hívni a mennyek országában. És mindaz, aki megtartja és tanítja őket, igen nagy lesz a mennyek országában. Kedves testvérek, kedves lelki gyakorlatozók, hétfői elmélkedésünkben már utaltunk a törvény, a Tóra és Jézus kapcsolatára. A mai evangélium pontosan ezt emeli ki. Szent Máté szerint, amikor a hegyi beszédben felcsendül. A hegyi beszédet szoktuk a kereszténység alkotmányának is nevezni. Katekumenekkel gyakran ennek felolvasásával kezdem a foglalkozást, utána tartunk egy kis csendet, majd egy szót szoktam hozzáfűzni. Ennyi. Aki csak egyet is eltöröl, akár a legkisebb parancsok közül is, és úgy tanítja az embereket, azt nagyon kicsinek fogják hívni a mennyek országába. Az Ószövetség minden sora, minden betűje Jézusra mutat. Természetesen csak azok a szövegek, amelyek a kinyilatkoztatáshoz tartoznak. Ilyen a 10 parancsolat is. Ez is egy ószövetségi törvény, és nem nevezhető szorosan keresztény törvénynek. A 10 parancsolat minden emberre vonatkozik, független attól, hogy hívő vagy nem. Mert enélkül nem tud működni az emberi társadalom, az emberi közösség. De még közlekedni sem tudunk nélküle. Politikusok évről évre több száz és ezer törvényt hoznak, pedig ha az emberek engedelmesek és tiszta szívűek lennének, ez a 10 parancs bőségesen elegendő lenne. Az Ószövetség negatívan közelíti meg a dolgokat. Például Tóbiás könyvében azt olvassuk, hogy amit nem akarsz, hogy mások neked tegyenek, vigyázz, hogy te se tegyél olyat soha mással. Ezt Hillér rabbinak is tulajdonítják, sőt Konfúciusznak is. Jézus ezzel szemben a hegyi beszédben meghirdeti az aranyszabályt. Amit akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is tegyétek velük. Nagyon fontos, hogy pozitív szemléletre szólít fel minket Jézus. Nem azt mondja, mit nem szabad cselekednünk, hanem azt mondja, hogy mit kell megtennünk. Nagyon fontos alapja lehet ez életszemléletünknek. Jézus elfogadja a 10 parancsolatot, amely 2 kőtáblára íródott, de megkereszteli azt az ő szeretetével. Az első kőtábla 4 parancsa Jézus szerint így hangzik. Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből. A második kőtábla 6, az emberre vonatkozó parancsa pedig így hangzik. Szeresd fele barátodat, mint önmagadat. A tiltó rendelkezéseknek Jézus pozitív előjelet ad. De Jézusnak még ez sem elég. A szeretet olyan erő, olyan hatalom, amely nem tűr emberi korlátokat. Ott fúj, ahol akar, hiszen maga az Isten. Ezért búcsúbeszédében Jézus új parancsot ad nekünk. Úgy szeressétek egymást, amint én szeretlek
titeket. Ez már, testvérek, minden emberi képzeletet felülmúló parancs, a törvény beteljesítése. Ebben a mondatban válik értelmezhetővé az egész Ószövetség, a 10 parancsolat és az egész Új Szövetség. Mert hitelesebb valakitől nem is kaphattuk volna ezeket az igéket. József Ratzinger bíboros atya, a későbbi 16. Benedek pápa tanította híres, népszerű könyvében, a Názareti Jézusban, hogy maga Jézus az ország, maga Jézus a törvény. Kérdések a mai napra ezek után. Az első így hangzanék: elfogadom-e, hogy az egyház Krisztus misztikus teste, vagy csak emberi intézménynek tekintem? A második, mindig aktuális kérdés: közösségben, kommunióban vagyok a Róma püspökével, egyházmegyén püspökével, vagy saját egyéni elképzeléseim után megyek? És a harmadik, tisztelem egyházam tagjait, klerikusokat, világiakat egyaránt, megkülönböztetés nélkül, akikkel közösen haladok az életszentségnek. Dicsőtessék Jézus!